Sziasztok! Sven vagyok, ez pedig itt egy újabb rész a mai elképesztő sztikus 78. vicces Minecraft bugok részben. Az előző részben bemutatott chill és bugnak a folytatását fogjátok látni. Hát hogy is mondjam, hasznos is, érdekes is, különleges is ez a bug. Meg lehet csinálni saját magatokkal is, meg lehet csinálni mobbal is. És hát hogy is mondjam, ez egy ilyen utazásra is alkalmas bug, mint a múltkori csillés bug. Úgyhogy igazából szerintem, micsoda gyönyörű hangok, úgyhogy szerintem most gyorsan bele is kezdenék ebbe az egészbe, hogy miről van most itt nekünk szó. Tudjátok mit? Inkább fogom magam, beleülök ebbe a kis csillébe itt, és megmutatom. Elindulunk szépen. Ó, úristen, mi történik? És hopp, kijöttünk valahol. Hello. Mi történt? Mi történt? Azoknak, akik érdeklődnek arról, hogy mégis mi a fene történt, kibontom itt ezt a kis álmennyezetet, hogy így mondjam, és látjátok, hogy igazából ez, amit én most itt hoztam nektek, bug, ez arra jó, hogy a... akik nagyon unják a Minecraftban való utazást, hogy egyik helyről a másikra mennek, és szeretnének, ezt megjegyzem, nyersanyagban és mindenféle eszközökben egy kicsit spórolni, survivalben nyilván értelemszerűen, azok megépíthetik így is. Ugyanis ilyenkor annyi történik, hogy a... levisz minket, itt a gyönyörű kis törésünkkel együtt, levisz minket gyakorlatilag ez a föld alá, és ahogy itt megy a gyakorlatilag a minecartunk a föld alatt, ezen az egy blokkos téren gyakorlatilag átvisz minket, és azért nem tudja megjeleníteni a képet, mert hát elég valószínű, hogy a blokkoknak a belsejé nincsenek kidolgozva, miért lennének kidolgozva. Tehát annyit látunk, hogy megjelenik nekünk ez a kis, hát hogy is mondjam, kép, vagy nem tudom minek nevezzem, hogy mi most itt átmegyünk, és ezt látjuk, és kész, átérkeztünk, ráadásul a föld alá. Tehát ahogy mi innen kipattanunk, egyből nyilván mellette levő blokkra rak le. Ami miatt még azt mondanám, hogy ez hasznos, nyilván azon felül, hogy nyersanyagot spórolunk, meg kevesebb csákányt, meg minden frászt kell használni. Ezen felül, hogyha még ide rakunk egy üveglapot, és hoppá, és hogyha te nem indulsz el, akkor megpróbálok nektek egy érdekes kis csapda szerkezetet, ami playerekre nem jó, viszont mobokra annál inkább. Creeper elindul, és elkaptuk. Mármint nem tud kijönni a föld alól, maximum, hogyha ezt kiütöm. Tehát, hogyha kiütitek a minecartot, akkor ki tud jönni az elfogott mob a föld alól. Tehát nyilván ez ilyen szempontból nem egy olcsó csapda, mert azért a minecart nem egy olcsó dolog. Viszont gyakorlatilag egy üvegblokk kell hozzá a sínek, amiket mutattam, és igazából aki ezt nem szeretné másra használni, az annak pontosan ugyanígy, ahogy most láthattátok. Föld alatt egy blokk, azt ott gyakorlatilag nyugodtan befethetitek, akkor is ugyanúgy működni fog a bug. Ami fontos, hogy itt ez így legyen megoldva, mert különben itt elakad a csíle, tehát az, várjatok, még ezt is megmutatom, hogy itt így elakad a csíle, hogyha nem, tehát ezt itt mindenképpen bontsátok ki, és gyakorlatilag egy üvegblokkal, egy pár sínnel, meg egy minecarttal tudtok mobot fogni normálisan, tehát úgy, hogy fogjátok és berakjátok az üveglap alá, teljesen be van bagolva, a föld alatt félig, a feje ebben van, de igazából ez bármilyen másba is be lehet, csak hogyha nem akarjátok megölni, akkor üveglap, igazából homok, tehát hogyha tovább viszitek ezt a sínt, akkor több sebzés szenved, és akkor meghal, én csak azért építettem ilyen kicsire, hogy ne halljon meg, és meg tudjam nektek mutatni, hogy igazából mi is folyik itt, de azt is lehet például, hogy megfogjátok, és ezt lecserélitek nyálkablokra, és úgy is elfoghatjátok a creepert, vagy bármilyen más mobot, mert ez, hoppá, zombival az ugyanúgy működik, meg minden mással. Megfogjátok itt végig sebzés szenved, és itt benne marad, ez megöli, tehát azt azért így, meg ilyenkor így lehet csapkodni a fejét, tehát ez így elég érdekes. Azt nem tudom, hogy survivalben ilyenkor felrobban-e, szerintem nem
próbálja ki az, aki nem akarja, és ne menjen közel hozzá, maximum, hogyha előtte kreatív módba rakta magát. De az üveg az egyáltalán semmiféle sebzést nem ad neki. Úgyhogy igazából, még egyszer gyorsan megmutatom, így tudtok Creepert fogni, úgyhogy legyen gyakorlatilag mint dísz, mert ez még a föld alatt is van, tehát amint még 19. vagy nem tudom, hanyadik részben, 17. részben körülbelül mondtam, hogy így körbe rakjátok, és akkor díszítő elem is lehet. Ez itt már körbe sem kell rakni, tehát így gyakorlatilag annyi, hogy így beviszitek a föld alá, és kész, ez díszítő elemként, így gondoljátok már, hogy milyen menő, hogy így Creeper, és akkor így húha, szóval így még a feje is forog veled, meg minden, szóval elég menő. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a részt is. Ahogy már elmondtam a régebbi részekben, a 100 rész lenne a vicces Minecraft bugokból a célom. Utána nem tudom, hogy futni fog-e még a sorozat. Lehet, hogy a sorozat futni fog, nem tudom. Tényleg nem tudom. De minden esetre az lenne nekem nagyon jó, hogyha küldenétek bugokat. Úgyhogy tudjátok, e-mail címem len van a leírásban, Facebook szintén, kommentben meg alulra szintén írhattok, tehát minden lent van, aminek lent kell lennie. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a részt, és a következő részben találkozunk. Sziasztok!